Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az északi, avagy skandináv mitológiát feldolgozó sorozat 13. részében megbeszéljük, hogy hogyan lett kettő történetből egy. Történt egyszer, hogy Ægir, a leghatalmasabb tengeri óriás lakomát tartott. Lakomát az áz istenek számára. Ægirnek volt egy felesége, akinek a neve Rán. A két óriásnak 9 gyermeke volt, 9 lány, a tenger hullámai. Lényeg a lényeg, Ægir nem volt olyan hangulatban, hogy az istenekkel jópofizzon, de a felesége erősködött. Azt mondta Thornak, hogy amennyiben odavisznek egy akkora üstöt, amiben egyszerre minden isten számára sört főzhet, na majd akkor lakomáznak. Thor minden isten tanácsát kikérte, de mindannyian azt mondták, hogy ekkora üst nem létezik. Azonban Týr, az isten, akinek a farkas leharapta a kezét, azt mondta, hogy már pedig létezik. A világtenger szélén van egy erőd. Ennek az ura egy bizonyos Hymir. Hymir az óriás király Týr mostoha apja. Týr karaktere az rettentő homályos. A nevének jelentése konkrétan az, hogy Isten. Van egy anyja és egy nagyanyja, akik mindketten ismeretlenek, csak annyit tudunk, hogy vannak. Szóval az volt, hogy Thor és Týr elindultak, hogy Hymir hatalmas fazekát elhozzák. Týr nagyanyjának 900 feje volt. Az egész óriás család elég furcsa, hiszen alig akadt egy-kettő olyan, aminek csak egy feje volt. Hymir, Týr mostoha apja mindkettejüket meghívta vacsorára. Vacsora közben folyamatosan menőzött, hogy az egész világon az ő ökrei a legszebbek. Azt is mondta, hogy tudomása szerint Thor egy hatalmas halász. Thornak köze nem volt a halászathoz, de azt mondta, hogy ja, így van. Megegyeztek, hogy reggel elmennek együtt halászni, és kifognak valami vacsorának valót. Ez volt az első történet eleje. Itt kezdődik a második, amikor Utgárda Loki becsapta őt, az Thor számára egy hatalmas sértés volt. De ha a sértést el is felejtette, volt egy dolog, amit egyszerűen nem tudott kiverni a fejéből. Utgárda Loki macskáját, aki, mint később kiderült, Jörmungand, a Midgardi kígyó. Thor számára a Midgardi kígyó esküdt ellenség lett. Az ok, amiért elment Hymirrel halászni, pontosan ez. Az történt, hogy reggel a megbeszélt helyen és időben találkoztak. Hymir a mennydörgés istenével elképesztően lenézően beszélt. De Thor visszafogta magát, és nem ölte meg, hiszen tudta, hogy tartalékolnia kell az erejét. Ugye? Itt már kicsit gyanús. Thor megkérdezte, hogy mi lesz a csali, mire Hymir azt mondta, hogy ő a sajátját használja, Thor meg keressen magának valamit az ökrök legelőjén. Az egész világon Hymir ökrei voltak a legszebbek. Thor odament, kiválasztotta a legszebbet és lefejezte. A fejet berakta egy zsákba, és visszament a csónakhoz. Thor és Hymir együtt eveztek. Az óriás királynak feltűnt, hogy a csónak nagyon gyorsan halad. Amikor elérték a helyet, ahol általában halászott, Hymir azt mondta, hogy álljanak meg. De Thor azt mondta, hogy na, még egy kicsit menjenek beljebb. Néhány perccel később Hymir ismét azt mondta, hogy itt már jó lesz. De Thor közölte, hogy még korai. Mire Hymir megkérdezte, hogy van fogalma arról, hogy ez a tenger mennyire veszélyes. Ezekben a vizekben van Jörmungand, a Midgardot körülvevő kígyó. Ekkor elkezdtek halászni. Thor elővette a csalit, a letépett ökörfejet, és bedobta a vízbe. Pontosan tudta, hogy miért éppen ott, és miért éppen azt. Néhány percen belül kapása volt. Az ökörfejet a világkígyó kapta be, és ekkor elkezdődött a küzdelem. Thor minden létező erejét beleadta, és a tenger fenekén megtámasztotta magát. Jörmungand kemény ellenfél volt, az egyetlen ellenfél, amellyel szemben Thor megizzadt. De a mennydörgés istene, habár soha életében nem fogott semmit, pontosan tudta, hogy mit csinál. Fárasztotta a kígyót, játszott vele, engedte és húzta. Jörmungand fekete mérget köpött, de Thor mindig elhajolt. Azonban egyszer nem volt elég gyors, és a méreg eltalálta a vállát. Égette a húsát. A hatalmas kígyó feje már a csónak szélénél volt, amikor Thor felemelte a pörölyt, hogy lesújtson vele. Hymir arca ekkor már fehér volt, tehát kétségbeesésében a midgardi kígyó rettentő látványára. Fogta a kését és elvágta Thor zsinegét. A kígyó menekült, de Thor utána dobta a pörölyt, amely mindig célba talál. Talán el is találta, talán nem, de egy dolog biztos. Jörmungand, a világkígyó ezúttal megúszta. Mondanom sem kell, Thor hatalmas haragra gerjedt. Ha már a kígyót elhibázta, azért valamit mégiscsak eltalált. Hymir fejét, aki azon nyomban meghalt. Na, ez volt a második történet vége. Az első történet szerint Thor nem ölte meg Hymirt, hanem együtt kieveztek a partra. A midgardi kígyó látványától Hymir sokkos állapotban volt, még arra is képtelen, hogy gyalogoljon. Tehát megkérte Thort, hogy vigye haza. A mennydörgés istene a hátára kapta a csónakot, meg az óriás királyt, és elindult az erődhöz. Így is volt. Cserébe azért, hogy Hymirt hazavitte, Thor azt kérte, hogy adja neki az üstöt. Azt az üstöt, amiért eredetileg elindultak. De Hymir azt mondta, hogy az üst mágikus. Mágiával főzi benne a sört, szóval nem szeretne tőle megválni. Csak annak adja oda, aki képes eltörni a kupáját. Azt a kupát, amiből iszik. Thor természetesen elfogadta a kihívást. Megfogta a kupát és hozzávágta a falhoz. Azonban egy hatalmas lyukon kívül semmi nem történt. Megpróbálta még egyszer. Még egy lyuk, de más semmi. Ekkor megjelent az óriás nő, akinek nem tudjuk a nevét, de ő Týr anyja. Azt mondta Thornak, hogy a férjének nagyon kemény a feje. Tehát nagyon kemény. Thor harmadjára is megpróbálta széttörni a kupát. Megfogta, és teljes erejéből rávágott vele Hymir homlokára. A kupa darabokra tört. Ekképpen történt az, hogy az istenek megszerezték Týr mostohaapjának fazekát. A második történetben ez nem történik meg, de az első szerint az volt, hogy az óriások dühösek lettek. Dühösek, hiszen Thor elvitte az üstöt. Miközben Thor és Týr hazafelé battyogtak, észrevették, hogy mögöttük van 100 darab óriás. Mivel a midgardi kígyót nem tudta megölni, Thor azt mondta, hogy se baj, ez a 100 óriás majd kárpótolja. Thor és Týr ügyesen és módszeresen lemészárolták mind a 100-at. A móka végeztével elérték Ægir erődjét. A tengeri óriás meglátta, hogy hát csak ugyan megszerezték az üstöt. Egye fene! És azóta Ægir erődjében az istenek minden évben lakomát rendeznek, és az étel mellé mágikus sört isznak. A történet lényege az volt, hogy Thor és Jörmungand konfliktusa elkezdődjön. Az üst meg Hymir csak úgy adalékok voltak. Ha kíváncsi vagy arra, hogy Skirnir, a tündér a későbbiekben milyen szerepet fog kapni, illetve arra, hogy az istenek hogyan vesztették el a halhatatlanság almáit. A következő részben erről beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!